Nancy az új mítikus karakter hivatalosan augusztusban érkezik, magával a Paintball Seasonnel, viszont ez a Damage Dealer is hamarabb elérhető lesz. Early Access Offerben július végén megvásárolható. Augusztusban pedig, amikor beérkezik a season, akkor megvásárolható lesz 1900 kreditért, vagy éppenséggel 349 gemért. A Deep Sea Trio harmadik tagja valójában egy felfújható jelmez. Rákúrnak a profilképe szerintem nagyon top, de a hangja... Krusty Commando! Nagyon el van találva. Humans are overrated. Mennyivel jobb, mint Barrynek. Hell yeah, let's do this! És a paintbrawlos betöltőképen is nagyon pöpec. Hát nem csak a képeken, hanem játékban is nagyon egyben van. 6600 életre van, ami átlagosnak mondható. Pont mint ugyan a mozgási sebessége, mert se nem lassú, se nem gyors, hanem nagyon átlagos. Ahogyan a tölténye is, mivel neki is három ammója van, mint a legtöbb karakternek. Az alaptámadása a lőtávolság egészen nagynak mondható, mivel 7,5 kocka távolság. Az alaptámadása során Clancy egy festékgolyót lő ki, amelynek sebzése 1600. Lövedékei, mivel nem hatolnak át ellenfeleken, így egyszerre nem tud több mindenkit sebezni. A karakter gyengéje az újratöltési sebessége, mivel az eléggé lassú. Viszont akik figyelmesek voltak, észrevehették, hogy hiába ennek a karakternek három ammója van, ami nagyon tipikus, van a HP-ja és a tölténye mellett egy ikon, ami nagyon nem szokásos. Ugyanis ennek a Damage Dealer ráknak van egy passzív képessége is. Ami annyit tesz, hogy ha eltalálunk egy karaktert, akkor kapunk egy kis token mennyiséget, amit láthatunk is, hogy töltődik befele az az ikon. Ahhoz, hogy ezt be tudjuk tölteni, 9 találatra van szükségünk, és hogyha ezt sikerül betölteni, akkor fejlődik Clancy, viszont ne haladjunk ennyire előre. A szuperjét egészen gyorsan be tudja tölteni, mivel mindösszesen csak 5 lövésre van szükség ahhoz, hogy meglegyen. A szuperjét sávon belül tud sebezni, ennek maximális lőtávolsága olyan közepesnek mondható, mivel 5 kocka távolság. A szuperjét során egy csomó festéklövedéket lő ki Clancy, pontosabban mondva 16 lövedéket, melyeknek sebzése 1200 per golyó. Ha többen tartózkodnak egy helyen, akkor egész szépen lehet mindegyikre sorozni. De noná, hogy az lesz a legjobb, hogy a teljes közelből beleszórjuk az összes lövedéket az enemy arcába, így 19200-at sebezhetünk. Hát normális az instant kill bárkire nézve is, és ez gyakorlatilag pár másodperc alatt ki is sorozzunk. Megint helyzben szegény széfek nagyon kapni fogják. Na de itt még nem ér véget a brokensége, természetesen ugyanúgy a szuperjével is tudja tölteni a tokenjeit, ami hogyha mind betalál, akkor másfélszeresét betölti. Ahogy szintet ugrik, megváltozik a külseje is, és a támadása is. Az alaptámadása már ezen a szinten 2 lövedéket lő ki. Igen, így gyakorlatilag dupla annyit sebez, tehát 3200-at egy lövéssel. Mármint egy amósorozással, tehát mind a hármat bele pumpáljuk, akkor ott is van a 9600. Ami nagyon nagy buzna, de ezután jön még a szuperje, aminek szélessége és lőtávolsága is ilyenkor szinte duplájára nő, mivel ilyenkor maximálisan 8 kocka távolság. Bro, hát mi a fene ez? Hát sajnos viszont a sebzése nem nő ezzel, de legalább messzebbre tudunk ilyenkor damage-elni, viszont nem tartom ezt olyan hasznosnak. Az utolsó ilyen dögcédulának megszerzéséhez, ahogy a harmadik szintre való fejlődéshez dupla annyi találatra van szüksége. Viszont ez ugyanúgy gyakorlatilag 9 ammó találattal el tudjuk intézni, mivel ilyenkor dupla lövedékünk van. De ezt is legeffektívebben a szuperünkkel lehet betölteni. Ezen a maxos szinten már így néz ki Clancy. Full feltuningolt állapotban sokkal gyorsabb lesz a mozgási sebessége. Az alaptámadása során pedig már átlósan 2 oldalra is lő. Ugyanannyi a sebzése az oldalsó lövedékeknek is, mint a középsőnek. Ez ismételten szerintem nem egy olyan nagy extra, ha már visszaszívom, mert hogyha közelről támadunk ilyenkor is mondjuk egy széfre az alaptámadásunk, akkor 6400-an sorozhatunk ki egyszerre. Mert mindegyik betalál mind a 4 lövedék. Ami megint, hogyha 3 munkat kisorozunk, akkor 19200 damage. A szuperje, aminek nem változik a lőtávolsága, és a lövedék mennyisége sem, viszont a lövedékei ilyenkor 50%-kal többet sebeznek. Vagy közel 30000-re sebzést tudunk kivinni 1-2 másodperc alatt. Kétszer belelősz a szívbe, az már szinte vége is. Ezt szerintem nem gondolták át. Az első gadget képessége a snappy shooting. Ez aktiválás után 5 másodpercig tartó effektus tesz ránk, ami idő alatt minden egyes találatunk dupla annyi pontot ért, tehát dupla olyan gyorsan tudjuk betölteni. Oh yeah! Így sokkal hamarabb fejlődhetünk a maxos szintre. És igen, ez ugyanúgy működik a szuperrel is, ami azt jelenti, hogy azonnal maxos szinten leszünk. Egyes szintről instant az utolsóra léphetünk, ez brutál. A második gadget képessége pedig a Tactical Retreat, amit hogyha megnyomunk, akkor előre dessel Clancy, és egy kicsi időre, ahonnan indultunk, stunnolja az ellenfelet, vagyis ellenfeleket, mivel ez területi. Mindemellett, amikor ezt elnyomjuk, akkor plusz egy ammót vissza is tölt a karakter. Clancy első sztárpávéja a Recon, ami annyit tesz, amit itt láthattok is. Igen, nem történik semmi sem, viszont Clancy 3 tokennel kezdi minden mérkőzését, tehát eddig betöltve. Aminek köszönhetően így hamarabb ugorhatunk a 2. szintre. A második sztárpávéja a Pumping Up. Ahogy ez a Rock Brawler most már másféleképpen is újra tudja tölteni az ammóját, ráadásul
ráadásul az összeset akkor, hogyha megöl valakit. Hát ezt szerintem nem is kell mondanom, hogy mennyire hasznos lesz csapatjátékmólokban. Gyakorlatilag itt nézzétek meg, végtelen ammóm lehet. Hát kipogyhatatlan. Clancy Mastery title-je a Shell Shock, és a player iconja pedig egy aranykupak. Ennek a gyűjtögetők is homárnak vagy minek, ilyenek a pinnyei. Hú-hú. Hát hogy le van alimálva már az első is? Hát és nagyon szembeötlő. Azonnal megmondod, hogy erről a karakterről van szó. Nincs még egy ilyen új, az ördögi, ideges fej. Na szétadom. Hát az olyan illik hozzá, már alapból vörös is a feje. De utána az epikusok. Oké, nem rossz egyébként az a szívecskés, de nem is a best. Viszont ez nem olyan rossz. És a korna? Úristen! A paintball fegyveres. Na jó, ez a legtutibb egyértelműen. Ó, az is jó, az a fényszpal. Maga a spraye is elég oké. Na és a profilképe. A vesztes animációja, ilyen, hát nem túl elégedett. Ez pedig a nyertes! Yeah, boy! Na ez ott van a szeren. De ugyanazt már megszokhatunk, a karakter mellé érkezni fog egy skin is, a High Stakes Clancy. Ami esetében nagyon máshogy néz ki maga a karakter már, mint hogyha egy golden skin lenne. A game-en belül pedig még feltűnőbb a változás, viszont hát a támadásai nem igazán, mivel nincs egyedi effektus. És sajnos se a vesztes animáción, se a győztesen, egy az egyben ugyanaz, mint magának az alapé. Viszont amúgy nem néz ki rosszul az ki. Szóval szerintem egy nagyon jó karakter lesz maga Clancy, sőt én jobbnak is tartom, mint magát Bernie-t, a mechanizmusa jobban adja, illetve hát ez, hogy mekkora nagy damage dealer. Csak egyszerűen el kell tudni jutni az ellenfél szívéhez, illetve hát ugye érdemes ugye fejlődnünk, azokat a tokeneket gyűjtögetni, és amikor majd a magasabb szinteket elérjük, akkor már tutik leszünk. A gadgetek és a star power-ök szerintem mind a kettő oké is lehet, egyiket sem érzem olyan brutálisnak, viszont ugye hát helyzet függ, hogy éppenséggel melyiket érdemes bevinni, de hát ami a legtutibb ebben a karakterben, az maga a szuperje. Hát mi ez? Mi ez? Több mint 25%-ot leviszünk egyetlen egy támadással. És ráadásul, amikor újra születek, akkor ott van ugyanúgy betöltve valamennyi a tokenemből, normális. Hát nem is veszítettem el. Na jó, mi a fene? Hát ezt eddig észre sem vettem. Úgyhogy ez a karakter nálam az, ami a damage dealert jelenti valójában. És ezért is adom jobban, mint Barry-t, mert ezzel hirtelen lehet nagyon sokat kivinni. Mind akár az alaptámadásunkkal, hogyha magasabb szintre jutunk, vagy éppenséggel a szuperünkkel. Hát, hogy arcunkba jön egy enemy, azonnal pusztul. Igaz, nem érdemes erre pazarolni, hanem akkor már menni és a szép alá tolni. Azt nem tudom, hogy valójában ez most tényleg egy bug-e, és ezt kivijavítják-e, hogy így tervezték-e vajon, hogy amikor meghalunk, akkor is ugyanúgy megmarad ez a sok-sok dögcédő, amit összegyűjtöttünk, és maxosat tudunk kezdeni, mert ez így még brokenebbé teszi magát a karaktert. Hát mi ez a sebzés?